Sziasztok, szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy ilyen sokan összejöttünk, és arról fogunk beszélgetni, hogy én hogy csinálom, nem én, hanem hogy mindenki azt mondja, hogy ő hogy csinálja a hálózatépítést. Azért, hogy egy picit mutassuk már be ezt a mumust, hogy ez nem is olyan mumus, és ezt milyen sokféleképpen lehet csinálni. Azt beszéltük itt az elején, hogy akkor a házas párok közé tesszük be a többieket, mint egy szendvicset, és akkor Erikát és Lajos kérném szépen, hogy mondjátok el azt, hogy ti hogy csináljátok. Köszönjük szépen, sziasztok! Jambor Néhegedűs Erika vagyok. Jambor Lajos. És mi körülbelül egy 3 éve vagyunk ebben az üzletben, illetve ebben a nagy családban. Hogyan csináljuk? Hát amikor beléptünk, akkor egy kicsit, mint ahogy más is szerintem ugyanígy van, olyan talajtalanok voltunk, elveszettek, de kezdetben ugye próbáltunk online világban indulni, bocsánat, offline világban indulni, tehát a termék használat oldaláról közelítettük meg a dolgot. Beleestünk azokba a hibákba, amit minden hálózatépítő el szokott követni, tehát olyan szinten lelkesedtünk fel, hogy boldog-boldogtalannak ajánlottuk a termékeket, de később a tapasztalat azt hozta, hogy ha offline dolgozol, akkor egy jó kávéra meghívni, a saját személyes példád sokat segít. Ismerőseink számára kecsegtetővé, vonzóvá tettük a termékeket. Nem beszéltünk mi arról, hogy mi ezt isszuk, ezt a finom kávét, egészséges kávét isszuk, hanem én például, de Lajos is megerősít ebben, ismerőseink, kollégáink előtt látványosan más kávét fogyasztottunk, ugye, mint a többiek, kíváncsiakká lettek rá, illetve az én esetemben, ugye, miután komoly keringés és magas vérnyomás problémákkal küzdöttem, ezért feltűnt az ismerősök számára az, hogy sokkal jobban vagyok, és egyre kevesebb gyógyszert fogyasztok, és kíváncsiak lettek. Tehát ezzel indultunk, de aztán egy pici megakadás volt a történetben, és akkor kezdett el Lajos az online világ felé kacsintani, és elkezdett egy honlapot szerkeszteni, de ezt a részét én odaadom neki, átadom neki, mert ő erről jobban tud beszélni. Tehát rájöttünk, meg Zoliék is ugye jelezték, hogy jó lenne azért egy weboldal, amin esetleg tudnánk nagyobb távlatokba gondolkodni, és akkor csináltuk meg ezt a Sárét Café oldalunkat, és cikkekkel, egyéb érdekes dolgokkal, Erika főzött például, és ilyen főzős jellegű videókkal próbáltuk meg, és ugye összekötöttük a Facebookkal, és elég sok látogatók lett, tehát ezen keresztül egészen jó látogatottságokat értünk el tulajdonképpen. Hát az az igazság, hogy sokan, tehát az első csapattársaink így jöttek be, ekkor jöttek be, amikor a weboldalt kezdtük el alakítgatni. Aztán ugye, ahogy fejlődik az internet, most már látjuk, hogy néha a weboldalra nem is igazán van szükség, és inkább a social media, tehát a közösségi média felé érdemes fordulni, tehát a Facebook, Instagram és a többi ilyen platform. Úgyhogy jelenleg most az a tendencia, hogy e felé próbálunk meg inkább mozgolódni egy kicsit, úgyhogy hát mi is tanuljuk még ezt, mert rengeteg új dolog van, aminél ugye naprakésznek kellene lenni, úgyhogy van tanulnivalónk, de úgy látjuk, hogy ez a jövő, tehát ebbe az irányba fogunk mindenképp tovább menni. Csak néhány aprósággal kiegészítenék. Én ugye pedagógus vagyok, Lajos is, de én talán egy picit nyitottabb egyéniség vagyok, és én nagyon szeretek kapcsolatot teremteni az emberekkel, és egy rövid szünet után egyre inkább vonzó lett számomra a közösségi média, és gyakorlatilag azt, amit offline végeztünk, azt átültettem igazándiból
a mindennapi gyakorlatba online, tehát én a Facebookon és az Instagramon, illetve a Messengeren kommunikálok. Gyakorlatilag ugyanúgy blogolok, ugyanúgy posztolok, igyekszem megmutatni magamat, illetve magunkat, hiszen a Sárét Kafét azt továbbra is működtetjük folyamatosan. Igyekszem olyan témákat felhozni, amelyekben egyrészt megmutatjuk önmagunkat, a magunk is énmárkáját építjük. Ezen kívül információt adok. Pedagógusként én nagyon szeretem, hogyha sikerül az embereket pozitívan megerősíteni, tehát igyekszem olyan posztokat mutatni, amivel vonzó, ami vonzó és ösztönző és motiváló az emberek számára, illetve természetesen hát elkötelezett termékfogyasztók vagyunk, és ez számunkra nagyon fontos, illetve hát gyakorlatilag online networking nincs igazi termék nélkül, és hát büszkén mondhatjuk, és mi nagyon büszkék vagyunk rá, és nagyon szeretjük ezeket a termékeket, amit az anyacég a DXM biztosít számunkra, illetve sikerült kiépítenünk egy olyan online hálózatot, saját webshopunk van, ugye azt a cég biztosítja, illetve sikerült olyan kapcsolatrendszert létrehozni, amivel az érdeklődőkkel napi szinten kapcsolatban vagyunk, belépőink vannak, érdeklődőink vannak, és elindítottunk egy olyan oktatási rendszert, amivel mindenki számára elérhetővé és könnyűvé tehetjük ezt az egészet. Nem akarom húzni az időt, de emlékszem arra az időszakra, amikor a tantestület csodájára járt, hogy ti nem vagytok betegek, meg minden, szóval az nagyon erős megerősítés volt. És akkor hadd adjam át a szót Juditnak, aki mindannyiunk szponzora, első vonala. Judit, mondd el te, hogy te hogy csinálod. Sziasztok! Köszönöm szépen a kérdést, mert egyébként annyira jó ezt tudatosítani. Úgyhogy én ismét füzetet ragadtam, és szépen felváltottam, hogy tényleg, hogy is csinálom. Én már 9 éve vagyok ebben az üzletben, és vannak, amik már a kezdetektől fogva része ugye az üzletépítésemnek, és van, ami meg fokozatosan került bele. Ugye én először a gyerekek mellett kezdtem el, és akkor csak az ő alvás idejükbe tudtam, tehát csak is az online jöhetett számításba. Úgyhogy én először tényleg ez volt, hogy blogolni kezdtem, ami azóta is a mindennapok, vagyis hát nem az üzletépítésemnek a részét képezi, mert hogy én nagyon szeretek írni, információkat átadni, és akkor épp úgy képekben kommunikálni, vagy videókkal együtt, és szöveggel összeállítani ilyen szép kis információkat. Most már ezeket saját WordPress oldalakon teszem, de korábban más blogmotorokat is használtam, illetve amikor még volt a régi rendszer, akkor ott is vezettem ezeket a blogbejegyzéseimet. És ugye ezek már jó ideje használok Facebook oldalakat is, illetve az Instagramot is elkezdtem néhány éve használni. Ugye ezen van egy személyes Instagram profilom is, ahol magyarul kommunikálok, illetve van egy másik üzleti Instagram oldalam, ahol viszont angol nyelven. És most ezt sem vettem annyira komolyan, úgyhogy tudatosan, inkább aztán nem csak úgy próbálgattam, de most épp egy ilyen 30 napos kihívást tettem magam elé, hogy most minden nap fogok posztolni egy képet, vagy idézetet, vagy valami ehhez kapcsolódott, és így kipróbálom magamat még meg, hogy működik az Instagram, mit érdemes használni. Mert ugye nagyon sokszor úgy vagyunk, hogy érdemes kipróbálni a dolgokat, és hogyha látjuk, hogy mi működik, akkor azt tovább tudjuk adni a csapattársaknak is. Tehát ezt meg tudjuk tanítani. És akkor azon is elgondolkodtam én is, hogy ugye az üzletépítésünknek a részét ugye az egyik az, hogy figyelemfelkeltést hogy tudjuk elérni, mert ugye ezt a legnehezebb megragadni az emberek figyelmét, és utána, hogy lesznek érdeklődők. Utána egy nagyon fontos az a következő lépés, hogy amikor már valaki szeretne több információt adni, akkor hogy adjuk át ezeket az információkat. És akkor ezért jó, hogyha vannak nagyon jó eszközök. És ezeket az eszközöket ugye egyrészt a cég is tud biztosítani, vagy ugye a szponzorok, a felső vonalak, illetve hogyha te érzel magadban annyi tudást, akkor te saját magad is létrehozhatsz ilyeneket. És mivel most már én is ugye vezető vagyok, nagy csapatom van, tehát én is szeretnék minél több ilyen eszközt létrehozni, amit tud használni bárki.
ugyanis ezt akár ugye kezdőként is bárki meg tudja mutatni ezzel akár az üzletet, vagy a lépéseket. És ha valaki eldönti, hogy az információk alapján beregisztrál, akkor ugye őket el kell indítani, először is segíteni az első lépések, vagy hogy tud regisztrálni és terméket rendelni, és utána pedig hogy tudja még jobban megismerni a termékeket, az egész céget, az üzletet, és utána pedig a különböző üzletépítési tevékenységeket. Tehát erre egyébként nagyon jó, hogyha vannak tréningek is összeállítva, amiből ugye ezeket meg lehet tanulni. Hát ennek ugye egy része már sok minden rendelkezésre áll, de ezt rendszerezni kell, és még további elemekkel ki kell egészíteni. Úgyhogy nekem ugye nem csak az új tagok beléptetése a cél, hanem már a meglévő csapat információkkal való ellátása. Tehát ez is sok időmet kiteszi az üzletépítésben. Azért ugye először nagyon nehéz volt beszélni, akár webkonferencián, aztán amikor gyémánt lettem, akkor pedig az első gyémánt beszéd volt az, ami az ilyen nyilvános beszéd volt sok ember előtt, és ezek nagyon-nagyon nehéz volt ezen elindulni, és 5 év után tartottuk meg az első infoklubot Kecskeméten, de utána ezt még nagyon sok követte, mert azért nagyon jó volt személyesen is találkozni emberekkel, illetve elmentünk más városokba is, csapattársaknál is tartottunk ilyen infoklubokat, vagy voltunk ugye akár Romániában, Erdélyben is, ahol így kicsit utaztunk, és ezek is nagyon jó részét képezik, mert nagyon jó emberekkel találkozni, új embereket megismerni, megosztani velük a jó tapasztalatainkat, és természetesen ahogy így alakult, egyre több sikerünk jött azért, nagyon sok ismerősünk ugyanúgy tőlünk is rákérdez, mert ugye látja ugye azt is, hogy sokat utazunk, hogy milyen életet élünk, hogy milyen egészségesek vagyunk, vagy sportosan élünk, és ugye már ezek miatt nagyon sokan megkérnek, hogy meséljünk erről bővebben. És ugye ez is érdekes, hogy először kit szólítanál meg a körülötted élőket, vagy hogy adod át az információt, vagy pedig hogyan tudsz olyan embereket találni, akiket esetleg korábban nem ismertél, de van valami közös pont köztetek, és hogy ő nekik is ez jó megoldás lenne, ugye akár a termék, akár az üzleti lehetőség is. Úgyhogy igen, és ugye még ami érdekes, tehát hogy én magyar és angol nyelven is aktívan kommunikálok, épp úgy a blogolásban is, a Facebook oldalakban videókat is készítek magyar és angol nyelven is, és épp úgy hosszú távon abszolút cél, hogy mind a tréningeket, meg ilyesmit is mindent megcsináljak angol nyelven is. Mert ugye a DXM-ben abszolút benne van a nemzetközi üzletépítésnek a lehetősége is, és akkor ezért is van egy nagyon nagy nemzetközi csapatunk. És ugye ez mondjuk nem csak ugye nekem köszönhető, hanem én is volt olyan magyar anyuka, aki külföldön élt, és hogy ő lépett be hozzám, és utána ő pedig más nyelven föl tudott építeni egy nagyon nagy hálózatot abban az országban, ahol ő ért. Úgyhogy egy igazi csapatmunka eredménye az ugye egyrészt tényleg azt is kell néznünk, ugye, hogy mi mit szeretünk csinálni, mi okoz örömöt, hogy szeretjük csinálni ezt az üzletet, de másrésztről nagyon fontos az, hogy mi az, ami másolható. Mert ez nagyon fontos, hogy kellenek olyan dolgok, amit meg tudunk tanítani másoknak, és hogy igazán akkor lesz ez egy szabad üzlet, és akkor lesz passzív jövedelmünk, hogyha azokat a lépéseket a csapattársaink is végig tudják csinálni. Tehát abszolút kellenek benne ilyen dolgok is, ami mindenkinek működik, és bárki meg tudja csinálni. Úgyhogy ezeket igyekszünk megtanítani mindenkinek. Köszönjük. Én is köszönöm, akkor ennyit. Most. Jó, azt még eddig nem is mondtam, hogy ugye ez mennyire nemzetközi ez a beszélgetés, mert Szeged, Püspökladány, Kecskemét, Szentföldön. És Romániából. Kolozsvár és Katrin, aki most pontosan nem tudom, Észak-Németország, a dán határ mellől. És meg is adom neked a szót, tehát nemzetközi csapat, és most halljuk azt, hogy te hogy csinálod ezt, és te hogy szereted ezt csinálni. Köszönöm szépen. Ahogy mondtad, én Németországban építem az üzletemet. Én nagyon-nagyon friss DXN-es vagyok, mert hogy én tavaly októberben első ízben a farsmagyaró termelésem miatt kezdtem el fogyasztani a spirulinát, ganodermát és a kávét. És igazából nekem alapjában változtatta meg az életemet a DXN, én szerelmese lettem a termékeknek és a DXN-be is, úgymond. Nekem a DXN maximálisan a szabadságot,
a biztonságot adja, és nekem nagyon-nagyon fontos ez, ugye, hogy nekem nagyon-nagyon nem mindegy, hogy milyen közösséghez tartozom. Nekem nagyon-nagyon fontos volt az, hogy emberi legyen az a cég, amit én képviselek, és maximálisan tudja azonosulni a cég által közösített gondolkozással. Én maximálisan azonosulok a dél, és ez nagyon fontos. És azt, hogy nekem farsmegyarul termelésem volt, és így alapjába véve megváltoztatta az egészségi állapotomat a DXN termékei. Én szerelmesen vagyok a DXN termékeknek, én elég sok termék tapasztalattal rendelkezem, mivel hogy én sorra próbálom ki a termékeket, és én úgy gondolom, hogy csak úgy lehet közvetíteni a DXN-t, hogy milyenek a termékek, hogyha a saját terméktapasztalataink által így tudunk hitelesek lenni. És nekem nagyon-nagyon fontos, hogy én ugye Facebookon nem csak a magán oldalamat, hanem én létrehoztam egy DXN, Catherine Gross DXN oldalamat is, ahol csak kizárólag DXN termékekről és a karrierről beszélek. És én azért hiszek az élő bejelentkezésekben, mert hogyha valaki lemarad róla, ugye, és mivel nyilvánossá tettem, így nem csak a közvetlen ismerőseim látják, hanem bárki hozzá juthat a videóimhoz, és ami a legjobb az egészben, hogy bárki vissza tudja nézni, és hogyha adott pillanatban valamit nem ragadta meg, akkor visszanézést tud kérdezni. Nekem nagyon-nagyon fontos az, hogy ha a fel nem tett kérdése nem fog ugye válasz jönni, én nagyon-nagyon szeretek kommunikálni, és nagyon-nagyon szeretem, hogyha megmernek engem kérdezni mindenféleképpen. És én pont azért szeretem az élő bejelentkezéseket, mert nekem ugye nagyon-nagyon sokszor így fut az agyamban, hogy mit is kéne, vagy miről is kéne most éppen egy élő bejelentkezést csinálni, mert például, hogyha smoothie-t csinálok egy zimokából, az nagyon-nagyon fontosnak találom elmondani és bemutatni, hogy a termékeink ugye szuper élelmiszere, és nem úgy kell ugye gondolni rájuk, mint egy étrend kiegészítőkre, ez ugye nagyon-nagyon fontos. És én annyira szeretem ugye ezeket a termékeket, hogy szeretném, hogyha minél több mindenkihez eljutnának ezek a termékek, és így beköltözne az egészség az életükbe emberek millióinak, és én azt szeretném, hogyha tényleg mindenki megismerné ezeket a termékeket, és a terméktapasztalataim által tudom átadni ugye ezeket a információkat. És mivel hogy én ugye Németországban élek, és ugye itt is kialakítottam ismerettségek, és szoktak eljönni hozzám barátok kávézni, ugye, természetes, hogy megkínálom a kávéval, viszont van itthon, én összehasonlításképpen szoktam a sima kávénkat, a kapszulás kávénkat, és a sima normális kávét lefőzni, és megkóstolják, és azért meg tudják mondani, hogy azért teljesen másabb, szóval érzik a különbséget, és így azért nem kérdéses, hogy ki szeretnék őt is otthon ugye próbálni. És mivel hogy látják, hogy én miket fogyasztok, ezért kérdeznek. Hogyha kérdeznek, én meg szeretek válaszolni. És mivel ugye itt vagyok Németországban, nem csak németeknek mondom az ismerőseimnek el, hanem ugye a családtagjaimnak és a ismerőseimnek is, hogy nekem miben változott meg az életem. És ugye látják is a változást. Mivel nekem parfegyarul termelésem volt, én elég hamar le tudtam tenni a gyógyszert a DXN termékeknek köszönhetően, amiért borzasztóan hálás vagyok, míg élek. És én két havonta kontrollra járok doktornőm, nem igazán akarja elhinni, hogy én ugye nem szedem a gyógyszert. Mert azért a változás viszont elindult az véremben és a testemben, és már többször megkérdezték, vagy megkérdezte tőlem, ugye, hogy minden nap beszedem a gyógyszert, és akkor én mindig minden kérdésére elmondom, hogy én már nem szedem a gyógyszert, köszönöm. Én kizárólag a ganodermát és a filonát fogyasztom, és egyszerűen hallja, hogy mit mondok, de nem fogja föl, mert ugye
kicsit nagyon nagy a változás. Nekem a gyógyszer fogyasztásával nem volt ennyire szép a vérem, mint most. Jó, köszi szépen akkor ezt a kis bejelentkezést, és akkor kapcsoljuk Kolozsvárt, Erdélyt. Zsolt, te következel, mondd el, hogy te hogy csináltad ezt a Star Ruby szintet, ami ahol te már tartasz. Sziasztok, Orbán Zsolt vagyok, én Kolozsváron, Erdélyből építem Lankán feleségemmel az üzletet. Nekem egy érdekes történetünk van, mert az online nekünk nem jött be eddig. Mármint próbálkoztam, videókat készítettem meg, stb., de még eddig nem hozott egyenes eredményeket. Remélőben ez fog változni. Egyet ezzel területen is kell magunkat még tovább képeznünk, és sokat tanulnunk. De viszont van nekünk egy pelenka boltunk Kolozsváron, ezt már több mint 8 éve működtetjük, és gyerekfelnőtt pelenkát árulunk, egy családi vállalkozás, ketten Blankával csináljuk, volt egy alkalmazottunk, arról most 2 éve ezelőtt nem mondtunk, és ketten csináljuk csak. És ott nagyon sokan bejönnek a pelenka boltban, főleg felnőtt pelenkát árulunk, nagyon sok idős ápoló, hozzátartozó jár be hozzám, és kihasználom az alkalmat mindig, hogyha egy új kliens jön be, akkor neki mesélek a Ganoderma-ról. Mindig van nálunk egy pár katalógus, írott román nyelven, mert főleg román vásárolók vannak, kevés a magyar vásárolunk, és elmondjuk, elmeséljük neki, hogy milyen terméket használjuk, és hogy mennyire jó, és amikor erről beszélek, akkor katalógust odaadom, hogy idősebb, akkor írott formában, vagy nyomtatott formában adom a katalógust. Fiatalabbaknak elkérem a telefonszámát, és WhatsApp-on küldöm át ott helyben a katalógust. Ezáltal megvan már a telefonszámcsere is, és akkor utólag vissza lehet kérdezni, a katalógusra lehet kérdezni, illetve hogyha személyesen adom a katalógust, kölcsön adom neki írott formában, akkor is kérek a telefonszámot, hogy majd rá tudja kérdezni, hogyha elfelejti visszahozni. És ugyanakkor lehetőség van arra is, hogy egy pár plik kávét tőlünk elvigyenek. És volt egy érdekes eset most a tavasszal, amikor egy új vásárló, valaki küldte, egy szomszédasszonya küldte, hogy vásároljon tőlünk ilyen gesztenyekrém kenőcsöt. Pont nem volt ilyen gesztenyekrém krémünk, de viszont elkezdtem a hölgyel beszélgetni, és egy pár plik kávéval ment el a boltból, és a telefonszámát elkértem, hogy majd fel fogom hívni, mikor a gesztenye krém kenőcsöt meghozzuk. Azt mondta, hogy WhatsAppja nincsen, katalógus nem akart elvinni, azt mondta, hogy nem igazán érdekelni most a katalógus, úgyhogy elment, és utólag felhívtam, hogy megjött a gesztenye krém. Rákérdeztem, hogy a kávé akkor milyen volt, azt mondta, hogy ízletbe jött a gesztenyek élmért, és mondta, hogy szeretne egy csomag kávét is rendelni. Elbeszélgettünk, beszélgettem neki az üzleti lehetőségről, a DSP-ről, és végül beregisztrált DSP-be. És ezt követően, miután a DSP csomagot megkapta, elmesélte a barátnőjének, és egy barátnője ugyan csak egy DSP-be beregisztrált. Úgyhogy vannak ilyen történetek. Nekünk az eddigi Star Ruby szintünk így alakult ki, hogy a boltot használtuk fel arra, hogy új vásárlókat szerezünk, illetve csapatot építettük fel. Köszönöm szépen, tehát ez is igazából azt jelenti, hogy persze lehet az embernek a módszereken mindig változtatni, mindig fejleszteni. Itt most következik a... Nem, ladies first. Nem, én úgy terveztem, de hogy te elmondod, igen. Jó, akkor én nagyon röviden. Én egy ilyen aprólékos típusú ember vagyok, mindig vonzottak az ilyen modell összeragazgatástól kezdve minden, amihez sok kis apró, pici, precíz munkára van szükség. Ezért nekem nagyon bejött ez az online dolog, hogy én hiszek abban, hogy a tartalom marketinggel meg tudjuk találni azokat az embereket, akiknek ezekre a termékekre van szükségük. És ezért én erre helyeztem a hangsúlyt, tehát igazából ez olyan szinten, hogy amikor a német oldalamat megcsináltam, akkor én minden hétvégén posztoltam egy új cikket 1,5 éven keresztül. És ezzel elértem azt, hogy meg lehet találni azt az oldalt is, és jönnek is róla érdeklődők. Ugyanúgy ott vagyok a videózásban, azt is megtanultam, hogy lehet videózni, vagy több
nem tudom pontosan, de 400-nál több videóm van fel a YouTube csatornámon. Tehát azoknak a típusú embereknek, akik szeretik ezt a kis precíz, aprólékos munkát, és élvezetet jelent nekik ez, és oda tudnak figyelni, és van annyi íráskészségük, ami mondjuk nem elég ahhoz, hogy irodalmárok legyünk, de arra elég, hogy egy cikket meg tudjuk írni, vagy esetleg egy videónak a szövegét meg tudjuk írni, akkor én szerintem ez egy nagyon jó pálya. Tehát ezzel az irodalom tudással én nem tudnék egy könyvet megjelentetni, ami bestseller lenne, nem lehetnék az új J.K. Rowling, de azt gondolom, hogy erre ez elég. És most akkor csillagjövetkezik. Nem se tartál más. Nem. Oké. Én azt szeretem a DXM-be, hogy mindenki másképp csinálhatja. Tehát, hogyha valaki csatlakozik a céghez üzletépítési szándékkal, akkor nem egy ilyen sorba kell beállni, ahol mindenki ugyanúgy egyszerre mozog és ugyanazt csinálja, hanem elég nagy teret kap ahhoz, hogy a saját személyiségéhez tudja hozzáidomítani a módszereket, és azt a részt vigye ebből, ami neki testhez álló. És ahogy gondolkoztam azon, hogy ma mit meséljek el abból, hogy én hogy építek hálózatot, az jutott eszembe, hogy én a víz alatt építem a hálózatot. Azért a víz alatt, mert hogy mint vizes jegynek, skorpió halak aszcendense, nekem mindig a víz közelében vagy a vízzel érintkezve jönnek a legjobb ötleteim. Tehát legyen ez egy mosogatás, vagy zuhanyzás, vagy úszni nagyon szeretek, vagy itt lakunk a folyóparton, és rendszeresen sétálunk a parton. Ez mind a vízhez kapcsolódik, és ez mindig így elindít bennem egy csomó gondolatot. És a legjobb ötletek azok mindig a vízzel való érintkezéskor jönnek. És azt hiszem, Kócsó Laci mondta, hogy ha üzletet akarunk építeni a DXM-ben, akkor meg kell tanulnunk DXM-ül gondolkozni. Igen. Ez azt jelenti, legalábbis az én olvasatomban, hogy nagyon távoli asszociációkat is össze tudok hozni, tehát olyan dolgokat összekapcsolni az üzlettel, ami egyébként így első pillantásra nem feltétlenül tartozik össze. És ezért, mivel az ember az üzletre fókuszál, ezért amiken gondolkozik, vagy amit olvas, vagy amit a tévében lát, vagy amiről beszél valaki mással, ha akarja, és tényleg ott a fókusz, akkor mindenhez valamilyen módon hozzá tudja kapcsolni az üzletet, és jön egy újabb ötlet. Úgyhogy mi Zolival nagy ötletgyárosok vagyunk. Amikor elmegyünk egy-egy ilyen hídkörre itt a környéken, úgy hívjuk egy ilyen, van itt egy 2,5 kilométeres kör hídtől hídig, akkor, hogyha meg lehetne jeleníteni az ötleteket, tehát láthatóak lennének, akkor azt látnátok, ahogy megyünk, hogy így cikrázik körülöttünk a levegő. Tényleg így nagyon inspiráljuk egymást, és így pattannak ki az újabbnál újabb ötletek. Van úgy, hogy a Zoli ötletét én fejlesztem tovább, van úgy, hogy én belőlem pattan ki egy gondolat, és aztán Zoli az, aki megvalósítja. És itt egy nagyon fontos ponthoz értem el, mert hogy biztos vagyok benne, hogy nagyon sokan van köztetek, és sok olyan ember, aki szívesen és könnyen ötletel, és kreatívnak érzi magát, és ebben kiteljesedik. De ha ez nem kapcsolódik egy megvalósításhoz, akkor ha csak ötlet szintjén marad, nem halad az üzlet. Úgyhogy nekem óriási szerencsém van azzal, hogy Zoli egy tipikus megvalósító, tehát ő az, aki így a levegőből így leráncigálja a dolgokat le a földre, és megteszi azokat a lépéseket, amit meg kell tenni. Nélküle szerintem nagyon-nagyon hátrébb tartanánk most az úton, de ő mindig meghatározza azokat a lépéseket, hogy mit kell tenni már ma este, vagy holnap után. És azért azt javaslom nektek is, hogyha olyan típusok vagytok, mint én, hogy az ötlet az könnyen jön, de a megvalósítás az már inkább nehezebben, akkor vagy találjatok egy olyan partnert, aki ilyen megvalósító típus, vagy találjatok olyan módszereket, ami afelé visz, hogy az ötletekből tettek legyenek. Azért nem csak ötleteket gyártok, nekem is vannak tetteim, ahogy építem az üzletet, az egyiket azt elneveztük partizánkodásnak, mert hogy én ellentétben Zolival, aki mindent megtervez, én nagyon szeretek spontán módon működni a valóságos életben,
és például amikor vonaton utazok, vagy bármilyen más módon, akkor én is nagyon szeretek kapcsolatot építeni, és mindig van a táskámban kávé egy-két csomaggal, illetve névjegykártya, és mindig megteremtem a lehetőséget, pontosabban kivárom, amikor olyasmire terelődik a szó, hogy egészség, ki hogy van, és akkor, ha erre igény van, akkor elmondom a saját tapasztalataimat, vagy amit mi már hallottunk a saját csapatunkból vissza, a saját fogyasztóinktól, és ez eléggé felszokta kelteni a figyelmét a beszélgető partnernek. Tehát nem ezzel kezdem, nem lerohanom, hanem kivárom a megfelelő időpontot. Akár egy 3 órás vonatútnak volt már olyan, hogy az utolsó 5 percében jöttem elő a témával, mert egészen addig kellett várni, hogy alkalmas legyen a pillanat, hogy mint egy természetesen előhozzam ezt a témát, és utána már a követésnek az eredményességén múlik, hogy az odaadott névjegy, hogy az ember megkeresi az illető telefonon, vagy tartja el vele a kapcsolatot. Hát ez az egyik tett, ami nem csak gondolkodás, meg ötletelés, a másik pedig a szakmámból adódóan, mivel grafikus vagyok, illetve kiadványszerkesztő, nagyon szívesen készítek kiadványokat, vagy prezentációt, logót tervezek, képeket a közösségi médiába, Zoli megálmodja, még meg is csinálja a nyersanyagot, én meg befejezem, tehát én ezzel tudok hozzájárulni, hogy a közös üzletünk jól menjen, illetve még szintén gyakorlatnak mondanám, hogy mint DXM vezetők, ugye van egy csapatunk, és a csapatépítés és szponzorálás is közös tevékenységünk, amit szintén nagyon nagy szeretettel és örömmel végzünk. Pont. Köszönöm szépen! Mindenkinek köszönöm, hogy itt voltatok és elmondtátok. Ha bárki ezt felvételről nézi, akkor nyugodtan keressétek meg azt, aki ezt a videót nektek megmutatta, mert érdemes hálózatot építeni. Sziasztok!